folytassunk a kiemeléseket, ugye ahogy tanultuk, ugyanilyen kx-et, hogy tagonként leosztok x négyzettel, tehát x négyzet per x négyzet, meg 5x per x négyzet, és akkor ezt a következő alakban írhatom, hogy a x négyzetet lehet a x négyzet leegyszerűsíteni, tehát 1 lesz, itt a számlámot átírhatom úgy, hogy 5-ször x a mínusz első per x négyzet, és akkor ezt a történetet tovább alakítom, ebből az lesz ugye, hogy 5-ös szorzott helyzetet leírom, és a felsőnek a kitevéből levonom az alsót, tehát x a mínusz harmadikon lesz belőle. A következőnél 1 per x-et akarok kiemelni, hogy az 1 per x az x a mínusz első alakban írható, tehát tagonként le kell osszak x a mínusz elsőnnel, tehát 1 per x a mínusz elsőn, meg 3x per x a mínusz első mínusz, az x négyzetet is le kell osszam x a mínusz elsőn, és hát itt lesz az 1 per x-et is átírhatom, hogyha x a mínusz elsőn, és azt is le kell osszam x a mínusz elsőnnel, és akkor ezt tovább lehet írni úgy, hogy ugye ez itt x az első lesz, meg 3-szor, és hát ugye a felső kitevőből kivonom az alsó, tehát x négyzet mínusz x a harmadikon, és ebből pedig ugye le lehet egyszerűsíteni x az első mellett, tehát 1 lesz. Az utolsóban a gyök x-et azt ugye átírhatom, úgyhogy x az 1 kettediken, tehát x az 1 kettediken meg kell végig osszam a kifejezésemet, tehát x négyzet per x az 1 kettediken, meg 5-ször, és itt is a gyök x-et átírhatom, úgyhogy x az 1 kettediken, osztva x az 1 kettediken. Azaz, azt tovább írva, gyök x-szer, és ugye hát a felső kitevőből ugye bele van az alsó, tehát 2-ből 1 ketted az 3 ketted, meg 5-ször, és hát x az 1 kettedikennel tulajdonképpen le lehet egyszerűsíteni, tehát csak egy 5-ös maradt. Az utolsónál is majd ugye az x az 1 kettedik, az, a gyök x az ugye x az 1 kettediken, és hát ezt a gyök kettőször, a gyök alatt kettőször x-et átírhatom úgy, hogy gyök kettőször gyök x, azaz, azaz gyök kettőször x az egy kettediken. Tehát itt akkor ezt a kifejezést kell majd leosztom, ugye x az egy kettedikennel, tehát ezt a gyök kettőször x az egy kettedikent is leosztom x az egy kettedikennel, illetve a négyet is, tehát mínusz négy per x az egy kettediken, amelyet tovább írva azt kapom, hogy ugye x az 1 kettedikennel lehet egyszerűsíteni, tehát kapok egy gyök 2-t, és mínusz 4-szer x a